A 325 éve felszentelt Havasboldogasszony templomhoz idén is sokan elzarándokoltak. Az itt lévő hívek közül sokan évtizedek óta, még gyermekkoruk óta is ide zarándokolnak augusztus első hétvégéjén. Minden évben eljövünk, és ez már nálunk hagyomány, 70 éve a testvérem, és minden évben itt vagyunk. Igen, igen, egy kis megnyugvás, kis lelki tisztulás. Én 72 éves vagyok, és 72-szer voltam itt. Ez egy fogadás volt, a szüleim fogadták meg, hogy ide fölhoznak mindig engem, mikor van ez a havi búcsú. Én nagyon szeretek, és ez olyan, mintha hazajönnénk. Van, aki családjáért és a nemzetért imádkozik ilyenkor. Nemzetemért és a békért. Isten adja meg nekünk azt a kegyelmet, hogy a nemzet és az egész világ megtérjen hitben és szeretetben. Ezt üzeni Mária Medjugorjéba is, Fatimába is, Lourdesbe is figyelmeztet bennünket, és én könyörögnék el már drága szüzanyámnak, hogy segítse meg nemzetünket és a világot, a békébe tartsa meg. És hová fussunk? Csak drága Jézuskámhoz, és az én édesanyámhoz, a drága szüzanyámhoz. Ezért jövök én a búcsúra. Idén augusztus 4-e és 7-e között 4 napon át tartó búcsún ünnepi felszentelésének 325. évfordulóját a pécsi Havasboldogasszony templom. Hagyomány, hogy minden évben püspöki szentmisével nyitják a búcsú rendezvényeit. A jubileumi évforduló előesti nyitó szentmiséjét Fekete Szabolcs Benedek, basztélyi címzetes püspök, szombathelyi segédpüspök celebrálta a pécsi egyházmegye papjaival augusztus 4-én este a templom mellett felállított szabadtéri oltárnál. Maga a Havasboldogasszony az egy 5. századi elrendelt katolikus ünnep, de hogy itt Pécset így meghonosodott, annak egy szomorú eset az apropója, egy pestis járvány. Ez 325 évvel ezelőtt történt itt Pécset, amikor a pécsiek fogadalomból, hogy eltűnt, elment a járvány, a hátukon köveket felhozva ide egy kápolnát építettek. Ugye akkoriban, de még most is látszik a fehér sziklák, kicsikét a belvárosból fölfele nézve, mint a Havas lenne. Nyilván nem volt Havas, de innen jött ez az ötlet, úgymond, hogy a Havasboldogasszony tiszteletére szenteljenek itt egy templomot föl, egy kápolnát föl, hiszen ez az eredeti ünnep is egy koraközépkori csodának köszönhető. Az akkori pápa, Liberius pápa gondolkozott, hogy hol kellene Rómában egy Mária templomot építeni, és egy gazdag házaspár adományával ezt támogatta, csak a helyszín, hogy hol legyen, és ugye Róma 7 dombra épült, és mind a kettőjüknek volt, a házaspárnak is, az adományozónak is, és Liberius pápának is egy álma, hogy ahol egy különleges természeti csoda történik reggelre, oda kell építeni, és hát ott is kánikula van, mint most itt. Akkoriban is az volt, és havazott az egyik helytetőm, és oda építették föl a Havasboldogasszony bazilikát, Santa Maria Maggiore, ez a 4 római főtemplom egyike. Ünnepi a szentmise, hiszen búcsújáróhelyről van szó. Ilyenkor valamitől búcsúzni jönnek az emberek, fájdalmaiktól, szenvedéseiktől, problémáiktól. Van gyónási lehetőség megszabadulni a lelki terheiktől, mondja Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök. Tehát ilyenkor, amikor egy ilyen kiemelt ünnep van, ennek van egy jelentősége, hogy akár a közgyónásban letegyük a terheinket, vagy akár egy személyes lelki beszélgetés során elbúcsúzzunk a múltunktól, és tudjunk a jövőbe nézni. Minden egyes búcsúnak ez a jelentősége és a lényege, fontossága. A körmenet elmaradhatatlan része a búcsúnak, zarándoklatnak. A vallásosságnak, az emberi természetben gyökerező közösségi megnyilvánulása, ünnepélyes, rendezett vonulás, imádság, ének, kultikus tánc kíséretében. A vallástörténet tanúsága szerint szinte minden kultúrában megtalálható ma is. Még most is tartja az a mondás, hogy az egyház, hogy a közösségek maradjanak a falakon belül. Hogy néha kijövünk. Az azt jelenti, hogy felmerjük vállalni a hitünket, hogy odakinn a világban is tanúságot teszünk valakiről. A körmenetnek ez a lényeg, hogy kimerünk menni a templomból. Biztos, hogy vannak bámészkodók, akik furcsán néznek. Nem egyszer van, hogy atrocitások vannak, hogy beszólogatnak fiatalok, vagy épp sörözgetnek, borozgatnak, hogyha olyan megy el a körmenet, hogy ezt felvállalni, hogy a Krisztusért esetleg megaláztatást is szenvedünk.
ez lenne a lényeg, hogy kimenni az emberek közé, a falakon kívül is hirdetni, hogy mi Krisztuséi vagyunk. A Havasboldogasszony kegytemplomot egykoron a török kiűzését követően a pestis járvány elmúltával hálából építették a pécsiek. A magyarok, németek, horvátok és más nemzetiségűek, akik itt éltek a 17. században a városban, megmutatták, hogy összefogásukkal az elhatározás valóságá válhat. A Havihegyi kegykápolna azóta zarándok helyé vált, és évente búcsút rendeznek itt.